Egy új kutyás kirándulós videóban. A mai nap képzeljétek el, hogy megyünk tatára, és egy szuper kutyabarát szállás helyet találtam, úgyhogy most majd meg fogom lektek mutatni, és kirándulni is fogunk, hiszen Tata kutyabarát hely, és tudjátok, ott van az öreg tó, és lehet jó nagyokat sétálni. Bár sajnos nem fogtunk ki olyan túl jó időt, viszont itt az autóba a gazdi jó meleget csinált, úgyhogy nem fog megfagyni szerintem, de már alig várom, hogy egyet tudjak sétálni, és fel tudjak fedezni új környéket. Remélem, hogy velem tartotok ebben a kis videóban. Na, itt már készálltam az autóból, megérkeztünk Tatára. Hát először az első dolgom nem túl kellemes dolog volt, amit most meg tudtok nézni, de hát ezt a fát én megjelöltem. Már tudjátok, a gazdék mindig el szoktak tévedni, és akkor rám bizzák, hogy találjuk vissza, úgyhogy feltétlenül figyelnem kell erre. Aztán egyszerre, mit vettünk észre, hogy halakat töltik fel a tavat, nagyon izgalmas volt megnézni, és már láttunk különböző madarakat is. Aztán itt szélén besítáltunk, mert szeretnénk megnézni a tavat teljes egészében, és itt volt egy szobor is. Ez a szobor tacskó magyarázat szerint azt ábrázolja, hogy éppen rászól a kutyájára ez a bácsi, hogy üljön le. Na de nézzétek meg, ez egy természetvédelmi terület, látszik is rajta, mert nagyon szép, és itt nagyon jókat lehet sítálni kutyával. Na persze, hogyha jobb az idő, mert most borzasztó a hideg van, és itt van a tatai vár is, ami nagyon jó néz ki, vagy mindjárt meg fogjuk nézni kicsit közelebbről is. Tudtátok, hogy az öreg tó, az országnak az egyik legrégebbi halastava? Nagyon durva. A tavat össze levirítik, tavasszal pedig feltöltik, úgyhogy mi most a levirített verzióját láttuk, a gazdival körbe is sétáltuk, De persze nem az egészet, mert akkor megfagytam volna, de azért egy kicsit mászkáltunk, nézitek meg még a szél is fújt, de nem baj, mert én nagyon szeretek kirándulni és felfedezni helyeket, úgyhogy túléltem aztán így fotózkodtunk egy kicsit, nézzétek meg, milyen szépen beálltam. Hát persze utána azért kértem egy kis jutalomfalatot étel, mert hát azért én ingyen nem szoktam fotózkodni, tudjátok, hogy van ez? Egyébként a várat Luxemburg is így mond, király építette, nagyon jól néz ki, most mi nem mentünk be, de legközelebb majd el fogunk jönni. Mi úgy olvastuk, hogy kutyabarát a vár, de hát azért érdemes előtte tájékozódni, Természetesen körbe lehetett azért sétálni, úgyhogy én mindent megszagolgattam és megnéztem, azért itt elég sok mindent lehet felfedezni. A gazdéknak nagyon tetszettek ezek az ablakok, azt mondták, hogy ez nagyon jól néz ki, itt pedig egy másik szobor, aki éppen félek hajtót ad be a lovának, szerintem erről lett ez elnevezve. Nem tudom, tudtátok-e, de ritka madárfajok vonulás időszakban tömegesen megtalálhatóak itt, mint például a betési lúd, vagy a lilik, de a nyári is. Szívesen megkergetném őket, tehát itt most nagyon izgalmas volt a táj mellett ez a fa is, amit muszáj bemutatnom nektek, ugyanis hát elég sok kutya járt már erre. Aztán felmentem ide, és képzeljétek el, hogy ki volt írva, hogy tilos menni a sziklákra, Na hát mondom, ezt kellett írni, mert egy tacskó vagyok, egy pillanat alatt fölmentem a sziklákra, mert felettem nincs hatalma senkinek, úgyhogy hát muszáj volt fölmennem. Aztán éppen láttuk, ahogy emelik be a halacskákat tóba. Szerintem jó fogja magukat ott érezni. Aztán láttuk kacsákat is, de a kacsáknak még nagy szerepe lesz későbbiekben. Ez a bácsi meg el, hogy elkapott engem, és nem tudtam szabadulni. Ő pedig éppen leüteti a kutyáját. Hát igen, itt pedig az eszterházi kastély látható, hát azért bekukucskáltam meg kicsit az ajtónál. Itt egy kiállításon képzeljétek el. Hogyha erre jártok, akkor szerintem nézzétek meg. Itt nem tudom, hogy lehet a kutyát behúzni. Na hát én csak az olom végig tettem bele, az új pont Na de most következik a kirándulás legizgalmasabb része, ugyanis a malom és kacsa lesz a szállású. Hallottátok? Kacsa! Imádom a kacsákat, de szerintem aki nézi a videóimat, az úgy is tudja, és itt minden a kacsákról szól, úgyhogy szerintem ez a hely nekem lett kitalálva. Na, megmutatom nektek az apartmanunkat, nagyon-nagyon szép és óriási. Nézzétek meg, milyen szép itt a mosdó, meg a fíci. Hát a gazdék odáig vannak, ezekért a színekért imádják. Nézzétek, hát igen, van itt egy ilyen szauna is. Szerintem majd este fogok szaunázni is. Van, meglátjuk. Itt pedig a gazdi integet. Na egy gyorsan, bemutatom nektek az egyik szobát. Kettő szoba van itt, ilyen pihe-puha ágyjal, és itt azért jó páron elférnek. Na de mindjárt föl is az ágyról, igen, mert én felmeltek az ágyra, ugyanis ez egy kutya barát szálláshely, és ide aztán akármilyen kutyus eljöhet, mindenkit szeretettel fogadnak, Akár két lába van, akár négy lába. Na meg persze a és nagyon örült neki, hogy én is eljöhettem. Aztán mutatom is tovább következő szobát. Nézitek meg, ez is milyen szép. Úgy döntöttünk, hogy ebbe a szobába fogunk haludni. Hát én már nagyon várom, hogy befeküdjek ide. Egyébként egy pró nektek, hogy tán tatán tilosítőzi játékozás, úgyhogy ezt a helyet javaslom, hogyha például a kutyusotok fél a tűzi játéktól, mert itt békésen és nyugodtan el tudjátok tölteni az ünnepeket. Nézzétek meg, milyen szép felszerelt konyha van. Itt majd fogunk valami finomságot készíteni, és a kutyák kaptak jutalomfalatot is, illetve itatótálkát is kaptam, úgyhogy megijatom belőle a titani amit mindig szoktam. Van egy ilyen szép étkezőasztal és tévé, és egy nagyon szép nappali. Na, mert persze ezek a kanapék. Hát én azt sem tudtam, melyik kanapéra feküdjek, mert mind a kettő nagyon tetszett, imádom ezeket, nekem is kell ilyen otthonra? Hát én nagyon megéheztem, úgyhogy a kaszliom, ameddig elkészíti nekem a finom faltokat, addig elmondom, hogy malom és kacsa mégis miről, és hogyan lett elnevezve, mert nagyon izgalmas szerintem. Készétek el, hogy ez egy családi vállalkozás, és malmokat újítottak föl, amiből ezt szuper helyet alakították ki, ebből jött a név, hogy malom. A kacsák, pedig mondtam, hogy rengeteg állat megfordul itt körül, és hát nagyon sok kacsa van, úgyhogy nekem ez az egyik kedvenc helyem lett, mert én imádom a kacsákat, és hát még sosem aludtam ilyen helyen, úgyhogy most gyorsan egy kis trükköt megmutatok nektek, mert hát azt mindenhol meg kell mutatnom. Igen, aztán utána hát kicsit kiolvattunk, úgyhogy elindultunk újra ki a hidegbe, mert mondtam a gazdának, hogy én szeretném megnézni a kacsákat, kint is, úgyhogy menjünk egyet sétálni, mert alig várom. Hoztunk vándorfigurát is, úgyhogy itt szerintem a bejáratnál el fogjuk rajteni, Ó, és lehet itt ilyen kocsás koktélokat is inni. Itt aztán tényleg minden a kocsákról szól, de ma nem fogom nektek mutatni a bistrót is, mert ott is ki vannak állítva a kocsák. Hát majd a gazdinak figyelnie kell, nehogy véletlenül elvigyek egyet. Hát ez egy nagyon szép hely. Aztán kicsit sétálgattunk a környéken, hogyha melegebb lenne, akkor az egészet körbe tudnánk sétálni. Megnéztük itt a malmokat, meg minden érdekességet, hát a gazdi nem győzött fotózni, annyira tetszett neki. Na, aztán lefagyott a keze. Úgy, után mondta, hogy most már aztán ki kellene olvadni Merlin. Hát mondtam neki, hogy szaladgáljunk egyet, és akkor kiolvadsz. Nézzétek meg ide, ki van írva itt is, hogy kacsák itt. Hát így van, imádom, és kutyaborát az egész. Séta után feljöttünk, és arra gondoltam, hogy akkor itt az ideje megkóstolni a jutalomfalatot, amit kaptam. Na nézzük, hát ezért is fogok azt a trükköt kérni szerintem. Na hát eztán strágtam, ez nagyon finom volt, úgy köszönöm szépen, hogy megkóstolhattam a többit, majd később meg fogom kóstolni, de mindenképpen szeretném megenni. Aztán a gazdék úgy döntöttek, hogy isznak egy kávét, Pekészítésnél kaptunk kávét és mindenféle finom fajtot, úgyhogy most ezt mutatjuk meg nektek? Hát igen, én nem érhatok kávét, viszont jutalomfalatot annál többet, úgyhogy szerencsére elég sok jutím van. Aztán képzétek el, hogy a gazdék is megéheztek, úgyhogy meleg szembicset fognak vacsorára készíteni, de azért szuper ez az egész, mert nem kell semmit hozni vannak evőeszközök, tányírak, sütő, mikró, minden van, ami kell akár a károk és kis főzicskézéshez, na meg persze egy tacskó, aki alul koldul, finom falatokért, mert hát az szerintem a legfontosabb része, mennyi szendvicset készítenek, hú, hát ezek jó éhesek lehetnek. Addig-addig pakolgatta ezeket a szendvicseket, ameddig én is megéheztem, úgy, hogy gondoltam, akkor majd felülök én is ide a székre, és finoman gazdi tudtára adom, és szívesen megkóstolnám azt, amit készít. Szerintetek elég egyértelmű, hogy éhes vagyok? Vagy menjek közelebb egy kicsit? Nézzétek meg, hogy pakolgatja rá. Hát én nagyon lelkesen figyeltem, és szavogattam az életokat, mert én ide is fel akartam ülni. Mindenhová felültem itt a szobába, képzeljétek el, Hát én mindent kiszoktam próbálni ilyenkor. Na hát már itt majdnem el is készültek, addig pedig itt a kanapén játszok egyet gazdival, és nézzétek, kaptunk ilyen kis kekszet is, amit rá van írva, hogy a malom és kocsa. Aztán már be is tették a meleg a sütőbe, én pedig figyeltem, ameddig vártam, addig arra gondoltam, belülök egy kicsit a szaunába, megmelegítem magamot. Na, de csak vicceltem, kutyák nem szoktak szaunázni, Viszont emberek nyugodtan ki tudják próbálni, este pedig még a gazdi korgot is elmentünk aludni, ez pedig már másokkal készült, alig vártam, hogy kinézhessek, mert ebből a szobából ennyire szép a kilátás. Nézzétek meg, hát én el vagyok holvadva, nagyon tetszik, itt fogok kukolni szerintem egész reggel, Mindenről is fogok tudni, ami a környéken történik. A szálláshoz tartozott reggel is, amit ilyen nagyon menő piknik kosárban hoztak fel nekünk, én már alig vártam, hogy megnézhessük, hogy mit fognak reggelizni a gazdék. Én szerintem konzervet fogok enni, viszont szeretném nektek is megmutatni ezeket a finom falatokat, mert hogyha ti is eljöttök ide, akkor ti is tudtok kérni ilyen finomságot. Nézzétek meg, mennyi minden van itt. Szerintem bőséges reggeli lesz ez a gazdéknak. Aztán remélem utána azért még tudnak egy kicsit sétálni velem, nem fognak annyira majd eltelítődni, mert hát én majd szeretnék még egy kicsit mozogni itt a környéken. A gazdi ki is készített mindent, szépen kipakolta, én pedig végig figyeltem és felügyeltem, hát ha esetleg nekem is valami finom falat, nézzétek meg, mennyire lelkesen figyeltem. Hát mindig ezt szoktam csinálni, mert például amikor eszek, utána is szoktam jönni koldulni. Nézzétek meg az egészet! Ó, hát szerintem meg is éheztem ettől. Na de jó étvágyat kívántam a gazdíjéknak, és tudtam, hogy én is fogok kapni ott hamarosan valami finomságot. Hát ha ezt mind meg fogják enni, akkor szerintem elég jól fognak lakni. De képzeljétek el, hogy a nem volt a kirigyek, egy egész konzervet megkaptam, ameddig ők ettek persze én egy percre megettem, és utána mentem még egy kicsit kódulni hozzájuk. Reggeli után egy nagyon izgalmas dolog vánt minket, ugyanis párház és uza, értékesítési és marketing igazgató megmutató nekünk minden érdekes helyet itt a Manom és Kocsában. És én pedig meg fogom nektek mutatni az összeset. Nem tudom, hogy gondoltátok-e, de itt rendezvényeket is lehet tartani, van jó pár rendezvényterem, egyik szebb, mint a másik, úgyhogy most ezt fogom nektek megmutatni. Ezt nézitek, ez aztán nagyon menő. Úgy hívják, hogy gerenda terem, és akár hetven fő is el tud itt férni. Lehet itt tartani csapatépítőket, karácsonyi vacsorákat és esküvőket is, és képzétek el, akár színházi előadásokat is lehet tartani, mert totál nincsen színház. De ha szeretnétek akármilyen családi rendezvényt, azt is meg tudják itt oldani. Úgyhogy azért nem mindegy, hogy milyen körülmények között van például egy parti. Héttél lehet, hogy majd a szöltésnapi partimat is itt ünnepelném, és elhívnám ide a barátaimat. Nézzétek meg, ott fent vannak könyvek is. Hú, de menő, mihályokat lehet itt olvasni. Hát ez a hely a tatai kultúra és közösség élet szuper helyszíne lehet, akár kutyával együtt, aztán menjünk is tovább, mert meg fogjuk nézni a többi termet is, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Itt van a következő terem. Hát szerintem mondanom sem kell, hogy mi a neve, ugyanis ez a terem annyira fényes, hogy fényes terem lett a neve, és akár nyolc van, egy fő is el tud itt férni. Hú, de menő esküvőket is lehetne itt tartani, és képzétek el, hogy van egy szuper terasz is, ami a tóra néz, milyen szuper esküvői fotókat lehetne itt vagy bármilyen más rendezvény fotózását nagyon jó háttér lenne szerintem. És még a napocska is kisütött, mert reggel képzétek el, hogy elkezdett száringozni egy kicsit a hó, és nagyon hideg is volt. Bemehettem a konyhába is, és megmutathattam nektek, hogy még képzétek el néhány zégi falat is meg tudtak őrizni. Most pedig már itt vagyunk a biztróban, ahol finom falatokat lehet kóstolni. Itt az öreg kallóban található jelenleg a bistró is, tele kocsával, és innét láthatjuk a malomkereket is. Képzeljétek el, az öreg 1760-tól 1770-ig építette fel az Eszterházi uradalom. Ó, és ezt nézitek, kaptam Zsuzsától ajándékba egy édes kiskocsát is, mert meséltem neki, hogy milyen sok kiskocsám van, és hogy gyűjtöm őket. Úgyhogy egyszerre be is tettek a táskámba egy ilyen cuki kiskacsát, Köszönöm szépen neki, hát én erre örökre emlékezni fogok. Hogyha szeretnétek ti is eljönni ide, akkor leteszem a leírásba az elérhetőséget, és hogy hol tudtok ide foglalni, mert szerintem nagyon érdemes kipróbálni ezt a helyet. Ezt nézzétek meg mennyi kis kocsa. Én nagyon jól éreztem magamat, köszönöm szépen, hogy eljöhettem ide, és mindenképpen jövök legközelebb is. Ez a videó ennyi lett volna. Na, cső!